Na sziasztok, én Feri vagyok, és ebben a videóban elérkeztünk egy, hát igen, egy összetett, első összetettebb videónkhoz, amiben elsődlegesen, egy kicsit beszélgetni fogunk dolgokról, meg ilyesmi, másodlagosan pedig Ketchup Challenge. Kanál. Wow. Na ja, szóval akkor először is, arról szeretnétek beszélni, hogy másfél hete azért nem volt videó, mert elkaptam én is ezt az influenzát, és nálam, és rajtam kívül még az osztályban, ez most nem annyira érdekes, de 14-en még elkapták a 22 fős osztályból, hát elég kevesen voltunk a héten, szerencsére nem kell sokat pótolni. És igen, ez az a része, amely nem volt videó. A másik rész pedig az, hogy streamet is kértek az osztálytársaim, mely ti is kérhettek persze. Azt, hogy 40-45 feliratkozóra tervezem inkább a streamet, de igen, hát kb. Annyira tervezem, és akkor nyomunk egy ilyen másfél órás, vagy két órás kis streamecskét. Na igen, és még arról szeretnétek beszélni egy kicsit, hogy előző héten, csütörtökön volt egy hónapos a csatornánk. Szóval igen, nagyon köszönöm nektek, hogy eddig fönntartottátok nekem ezt a csatornát. Hát, hogy igen, rajtatok volt ez, és még mindig ilyen nagyon furán beszélek, mert folyik az orrom, és ugye influenzával a lázjár, meg a megfázás, meg ilyenek. És akkor igen, azért beszélek, egy picit így furán van. Ti lehet, hogy nem érzitek egyébként, vagy nem észlelitek, de én igen, szóval. Ja, amiről még akarok beszélni az igazából, ja, a 30 feliratkozó. Szóval nekem ez nagyon váratlanul jött, mivel hogy előző héten szerdán, azt hiszem, hazajöttem egy nagyon nehéz suli napból, és nagyon szar kedvem volt, és ránéztem a csatornára, és 30 feliratkozó, mondom, nagyon jó kedvem lett ettől, és eljártam egy örömtáncot, elég nagyot, szóval ja, ez nagyon jó kedvet hozott nekem. Hát igen, ennyire is akartam volna itt most beszélni, jó gyorsan elmondtam, nem? Ja, és akkor térjünk is rá szerintem a videó második lényegére. Ketchup challenge-re. Itt van nekünk ez a jó kis 1 kg-os ketchup, és itt van ez a kanál. Ez ilyen evőkanál, elég nagy. Meg itt nyomok bele egy kicsi ketchupot. Nem kicsit, hanem ugye egész kanállal. Így megpakoljuk. Jó van, gyerekek. Ez jó lesz. Nézzétek itt. Így jó lesz. 3, 2, 1. Most már nem vagyok annyira félős, mint az előzőben, de mondjuk a kihívások hallatán már amúgy is rosszul leszek egy picit, de na 3, 2, 1. Ez finom volt. Picit csíp, de finom volt. Igen, tehát ennyire is lett volna ez a kis videó, igazából nem volt túl lényegre törő, de csak azért csináltam, mert ugye már másfél hete nem volt videó, és ezért kellett egy kis videót csinálni, de azért remélem tetszett nektek. Tetszett, akkor nyomjatok rá egy lájkot, iratkozzatok fel, nem bemulat. Köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, sziasztok!